Sziasztok, mi vagyunk a Gyerekek Karcagról, Magyarországról, és ma a TEA és a gyertyatanítását szeretnék veletek megosztani. Ehhez a tanításhoz ezekre a dolgokra lesz szükségetek. Egy pohár, gyufa, tányér, gyertya és TEA. A tanítás Jézus szeretetéről szól, amely az Efézusi Levél második fejezetében és 13. versében van megírva. A tányér jelképezi a földet. A TEA jelképezi az embereket. A gyertya jelképezi Jézus szeretetét. A pohár jelképezi a bűnt, és a bűn elválaszt minket Istentől. A gyertya elaludt. De ami kint volt, most bent van. Jézus meghalt a kereszten. De halála által a bűnösök Istennel lehetnek. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Jézus vére által azok, akik távol voltak Istentől, most vele lehetnek. Azoknak, akiknek semmiük sem volt, most mindenük meg lehet. Az én nevem Peti. Az én nevem Laci. Köszönjük a figyelmet. Isten áldjon titeket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!